Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. És sajnálatos módon úgy néz ki, hogy egy lejárató kampány részesévé tették a csatornámat. Hát illetve pontosabban csak próbálnak valószínűleg rossz hírbe hozni. Van egy erős tippem, hogy ki lehet ez a fajta ember, aki ezt csinálja. Valószínűleg a másik youtuber. Szeretném mindenkivel közölni, hogy a világos három, az itt a képen látható világos három nevezetű emberke, az véletlenül sem én vagyok. Tehát világos három, ő nem én vagyok. Hoppá! Bocsánat. Tehát itt a képen látható világos három nevű ember, az véletlenül sem én vagyok, valószínűleg egy másik youtuber, elég erősnek vélt lejárató kampánya irányomban. Nekem ugyanis kettő nikem van, itt a képen látható világos vagyok én, illetve a másik pedig a világos kettő nevezetű nikem. Tehát az a világos három, aki ebben a videóban szerepel, az nem én vagyok. Erős a gyanúm, hogy ő egy másik youtuber, aki saját hibájából eredendően utál engem. És érdekes módon, hogyha az illető infóját megnézem, akkor 20 meccsből ő 17-et nyert meg, illetve csupán 3-at vesztett el, ez rendkívül erős győzelmi vesztési arány. Tehát a világos három véletlenül sem én vagyok, amit egyébként már csak abból is látsz, hogy ha ez a videó valaha is YouTube-ra feltöltésre kerül, akkor, na most az én csatornám az az Unknown Chess Master. Tehát nyilván, ha ez a videó feltöltésre kerül valamilyen szinten a YouTube-ra, akkor nem Unknown Chess Master, tehát nem én fogom feltölteni, hanem ez az illető, tehát egy másik YouTube csatorna, amit gyanítok, hogy vagy Mr. Rage fog feltölteni, tehát ez a videó Mr. Rage csatornáján valószínűleg látható lesz, vagy ha nem ő, akkor egy másik YouTuber, ami egy elég erős lejárató kampánynak lehet, úgymond a részese. Na most, most egyébként én szeretném nektek, hát remélhetőleg most hamar közben megmutatni ennek az úriembernek a nickjét, ha sikerül. Azt mondja, hogy mindjárt megmutatom nektek az úriembernek a nickjét. Hogy milyen győzelmi vesztési arányal rendelkezik világos három, ugyanis én erre rendkívül kíváncsi vagyok. Mindjárt mutatom. Tehát itt láthatjátok, hogy világos három nevű játékos épp a mai nap regisztrált, milyen érdekes, és 20 meccsből 17-et megnyert, köztük, ahogy látom, egy 432 pontos mester ellen 3-0-ra nyert, 361 pontos mester ellen pedig 2-0-ra.
Tehát az érdekes, hogy 20 meccsből 17-et meg tudott nyerni, többnyire erős ellenfelek ellen is ez egy kicsikét progi gyanús. Tehát ez a játékos nem világos, illetve világos kettő, ez a játékos nem én vagyok, hanem csupán ez egy kisé szerintem szánalmas, lejárató kampánynak lehet a részese. Na nézzük meg, mit tud csinálni világos három. Azt mondja, Nemes Gábor rendkívül szépen 2-0-ra verte barátunkat, és akkor várjuk a következő meccset. Számomra egyébként ez rendkívül érdekes. Na most elmondom nektek, hogy Mr. Rage új neve az az úgynevezett kisajtollak. Na most az előzőekben kisajtollak még a szerverem volt, és világos három úgy néz ki, hogy még mindig itt van. Most elmondom nektek, srácok, hogy igazából fogalmam nincs, hogy ki lehet világos három, de nyilvánvaló, hogy itt egy lejárató kampánynak vagyunk a részese. Tehát... Tehát igazából világos egy, illetve világos kettő nevű Nick jelent minket, jelent engem. Világos 3, 4, 5, világos 100, és satöbbi Nickek pedig nem. És közben várunk arra, hogy világos 3 remélhetőleg újra akcióba lépjen. Úgyhogy most erre várunk. Egyébként azt közben szeretném nektek elmondani, hogy az utóbbi időben egyébként már elkészült kettő darab videó, de sajnos hát mind a kettő sajnos tévútra ment így utólag, és ezért közben nem került feltöltésre videó. Most elmondom nektek, hogy mi az érdekes. Most, hogy bejöttem a meccsekre, világos 3 nevű játékos, aki valószínűsíthetően vagy Mr. Rage, vagy Mr. Rage-nek valamelyik haverja, leállt, ami rendkívül érdekes, minek utána megjelentem a meccsen. Tehát amint megjelentem a meccsen, világos 3 nevű játékos úgy néz ki, hogy abba hagyta a meccset. Tehát ez rendkívül érdekes. Ezt rendkívül érdekesnek tartom. Egyébként azt is szeretném nektek elmondani, hogy igazából tehát az egy ilyen bosszú hadjárat, ez várható volt irányomban, és igazából csak időkérdése volt, hogy ez mikor valósul meg. Ugye nekem még egyszer két darab nekem van, a világos, illetve a világos 2. Egy harmadik partinak nyilvánvalóan nincs értelme. Nézzük, azt mondja, világos 3 közben itt... Úgy néz ki, hogy magához tért, és most jelenleg azt várjuk, hogy világos 3 nevű pajtásunk vajon akcióba lép-e. Úgy néz ki, hogy beijedt. Egyébként, ha tetszik a videó, akkor kérlek titeket, hogy ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára, illetve lájkoljátok a videót. Páran egyébként élénken érdeklődtetek nálam, hogy miért nincs mostanában új amőbás videó. És hát igazából az történt, hogy
problémáim léptek fel egy kicsikét az OBS-szel, amiben majd a következő videóról lesz, videóban lesz szó. Azt mondja, hogy Nagymester Világos 2 játszunk. Na most én ezt a mondatot, remélem, hogy ti is látjátok, nézzétek. Nagymester Világos 2 játszunk. Ebből a ezen mondat után én teljesen biztos vagyok benne, hogy ki ez az illető. Ugyanis az illető úgy írta ki, hogy nekem, úgy alkalmazta a megszólítást, hogy nekem úgymond egy kicsikét hát látszólag hízelegjen. Ami megint ennek a végtelenül buta, egyszerűen átlátható, lejárató kampánynak a része. És én erősen gyanítom, hogy az illető, az Mr. Rage, vagyis Apollo, egyébként újabb nikén kisajtollak lesz. Tehát a kisajtollak játékos, az Mr. Rage-t jelenti, és aki érdekes módon még az előbb benn volt a szerveren, viszont mostanra érdekes módon eltűnt. És elmondom nektek, hogy a másik nagyon érdekes dolog az, hogy miután én megjelentem Világos 3 meccsein, Világos 3 ez után, hogy én megjelentem Világos 3 meccsein, a meccsek hirtelen abba maradtak. Tehát ebből is látszik, hogy amit mondok, abban igazam van. És egyébként, hogy ebből vajon lesz-e videó, vagy sem, ezt csak a jövő tudja megmondani. Tehát még egyszer, nekem alapvetően 2 nikem van, Világos, illetve Világos 2. Ami egyébként abból is látszik, hogy a videót feltöltő csatorna, azaz Unknown Chess Master csatorna, tehát azaz én csatornám. És ez nyilvánvaló, és rendkívül buta, leegyszerűsített, lejárató kampánynak a része. Erre igazából csak annyit tudunk mondani, hogy én soha nem szoktam a csatornámon, soha nem szoktam a csatornámmal járó befolyásolási erőt mások ellen felhasználni. Ez csupán két esetben történt másként akkor, amikor engem előzőleg megtámadtak. Ugyanis a Mr. Rage, tehát az Apollo újabb nevén kisajtollak nevű programot használó csalással nyerő, mások ellen csalással, csak és kizárólag csalással eredményt elérő játékos csinálja ezt, úgyhogy nem tudom, ki lehet Világos 3, de biztosra vehetitek, hogy nem én vagyok. Úgyhogy az én nikem a Világos, illetve a Világos 2, Világos 3, Világos 4 és az ettől további játékosok pedig csupán egy lejárató kampánynak, egy rendkívül buta hadjáratnak a részei. Úgyhogy én köszönöm is szépen a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, és akkor kérlek titeket, hogy nézzétek meg majd a következő videómat, ami már egy normális és rendes videó lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, Világos voltam, akinek két nickje van, Világos és Világos 2. És még mindig próbálkozik, biztosra veszem, hogy programmal nyomja. Tehát itt, ha elfogadnám vele, a vele való játékot, akkor én egy programmal játszanék. Tehát biztosra veszem, hogy ő programot használ, nem a saját fejéből játszik, hiszen úgy ugye nem lenne értelme számára ezt megcsinálni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a következő immáron rendes videóban. Világos voltam, sziasztok!